Elismerte az apaságot II. Albert volt belga király azt követően, hogy DNS vizsgálat mutatta ki, hogy ő a biológiai apja Delphine Boelnek. Az 51 éves nő régóta küzd azért, hogy a 85 éves II. Albert beismerje, hogy egy házasságon kívüli kapcsolatából született. A volt uralkodó eddig annyit vallott be, hogy volt viszonya. A volt belga király ügyvédje, Alain Benhum azt nyilatkozta, hogy Delphine Boelt ugyanazok az örökösödési jogok illetik meg, mint II. Albert többi gyermekét. A fellebbviteli bíróság döntését követően Boelnek már nem kell megvárni a jogi eljárás lezárását. Már most ugyanolyan jogok illetik meg, mint a volt uralkodó másik három gyermekét. Delphine Boel nem pénzt vagy rangot akart, csak bizonyosságot. 2018-ban a Semmitőszéktől kérte II. Albert, hogy elkerülhesse a DNS vizsgálatot, de mivel már lemondott a trónról, nem illeti meg a mentelmi jog.